tetik. Mi, Tisza Tokaj városának nagyérdemű kisbírája, adjuk mindenkit utána, akit illet, hogy városunk nemes tanácsa. Abból a cél, hogy az egész világ számára példa statuáltassék, kincses szép hegyaljánkon, minden év októberének első szombatján összejövetelt hirdet, melyre minden hegyaljai község meghívatik és megidéztetik. Feljegyzések szerint az 1930-as évektől rendszeresen megtartják a Tokaj hegyaljai születi napokat. Azt kell mondani, hogy ez nem csak Tokajról szól, hanem ez a rendezvény mindig is Tokaj hegyaljáról szólt. Nem véletlenül a települések jelentős része részt vesz ezen a születi mulatságon, a felvonuláson. A hegyalja 27 településének címere és a települések jelentős része ezen a felvonuláson részt vesz. Ez is ez a neve ennek a rendezvénynek, hogy Tokaj hegyaljai születi napok. Tehát ezzel is azt próbáljuk sugallni, hogy ez nem csak Tokajról, hanem mind a 27 világörökségi településről. És hát ez a múltból eredő hagyomány, ami mindig is ugye ki volt hegyezve magára a felvonulásra, ez adta meg azt a alaphangulatát ennek a rendezvénynek, hogy ez egy nagyon régóta bejáratott rendezvény, nagyon látogatott rendezvény, maga a felvonulás is egy kuriózuma a rendezvénynek, és azt kell mondani, hogy mai felvonulás meg talán még színpompásabb lesz, mert közel 400 résztvevővel fognak felvonulni, és hát lesz egy fantasztikus eleme, 16 borlovagrend, több mint 105 tagja fog felvonulni Tokajban. Nem is tudom, volt-e valaha, valahol ilyen borlovagrend demonstráció, és én azt gondolom, ez is egy üzenettel bír, hogy nagyon fontosnak érezték a borlovagok, hogy Tokajba a születi napon felvonuljanak, és azt hiszem, hogy ez is jelzi ennek a születi napoknak a súlyát és a jelentőségét. A felvonulás után a 27 polgármester felvonul a színpadra, fölviszi az aszuszemeket, illetve a otthonról hozott szőlőt, és ennek a Tokaj hegyaljai polgármesterek bora szőlőjének az összeadási ceremóniája zajlik a színpadon. Ez azt gondolom a világon egyedülálló. Ezt azért is merem kijelenteni, mert tavaly tavasszal, amikor a polgármesterek bora átadási ceremónia folyt, akkor itt volt a Kaliforniából a testvérváros képviselői, és ők azt mondták, hogy ők ilyen kezdeményezésről még nem is hallottak, és szerintük ez egyedülálló a világon. Ezzel is mondom azt, hogy szerintem nincs még egy ilyen kezdeményezés sehol a világon, ahol a 27 polgármester összehozza a 27 településről származó szőlőt, jelképesen ezt összeadja, és ez a jelképes összeadás eredményeképpen a Grand Tokaj elkészíti a tokajai polgármesterek borát, ami nem egy forgalomképes bor, hanem egy ajándékbor, amit a polgármesterek megkapnak, és a vendégeknek adnak ebből a borból. Tehát én azt hiszem, hogy ez is egy nagyon fontos esemény ennek a születi napoknak, mert egy egyedi dologról van szó, ami nincs máshol, csak itt Tokajban. Úgy ítélték meg a borászok, hogy a tokaji bor, a tokaji furmint, az megérdemel egy poharat. És a borászok a Riddle pohárgyárral összefogva elkezdtek kísérletezni, és megpróbálták megalkotni azt a poharat, ami szerintük a legjobban kiadja a furmintnak illatát, ízét, és ezért született meg ez a tokaji furmint pohár, ami inkább egy kehely, egy gyönyörű kehely,
ami azt hiszem egyedivé teszi. Nincs még egy ilyen a világon, ahol egy borvidéknek, egy szőlőfajtának ilyen szimbolikus jelképe is van, hogy van egy külön pohara, amiből lehet ugye kóstolni a furmintot, és hozzá kell tenni, hogy az asszú is nagyon kellemesen kóstolható és ízlelhető ebből a pohárból, sőt meg kell említenünk, hogy Tokajban egyre több termelő készít pezsgőt, és a pezsgő is nagyon fogékony erre a pohárra, és ugyanolyan elegánsan lehet pezsgőt is fogyasztani ebből a pohárból, tehát azon nagyon eltalálták a borászok az alakját, a formáját, és szerintem egy nagyon egyedi poharat tudnak kínálni a vendégeknek, és aki ebből kínálja a tokaji bort, én azt hiszem, hogy ezzel is azt az üzenetet továbbítja a partnerei felé, hogy megadja azt a tiszteletet a bornak, hogy nem akármilyen pohárba tölti ki, hanem a tokaji furmint pohárba. Úgyhogy ezt én rettentően büszke vagyok, hogy Tokaj hegyalján ez van, ez a pohár. Tokaj végül is mindig egy kereskedelmi központ volt, egy elosztó központ, itt futottak össze a kereskedelmi útvonalak, itt futottak a vízi és a szárazföldi utak össze, mindig is egy átkelőhely volt, amit ugyan a tokaji vár védte az átkelőhelyt. Ez az átkelőhely, illetve ez a kereskedelmi központ miatt lett hegyaljának a névadó települése, és hát ez a névadó településre egy kötelező feladatot is ad, hogy igenis irányt kell mutatni a többi település számára, hogy a minőségi bor, a minőségi szőlőművelés, a minőségi szolgáltatások tekintetében igenis élen kell járjunk. Meg kell említeni, hogy a tokajhegyei borászatok 25 év alatt eljuttatták a tokaji bort egy olyan színvonalra, ami Európában is és a világban is most már megint csak jól cseng, és egyre jobban keresik a tokaji borokat, és a nekünk településvezetőknek is az a célunk, hogy fölnőjünk magához a tokaji borhoz, mert ezt el kell mondani, hogy lemaradtak a települések a borászoknak az eredményeihez képest. A települések nem tudtak olyan ütemben fejlődni, mint hogy a borászok ma kínálják a boraikat, és ez egy az előttünk álló időszaknak egy nagy kihívása, hogy a települések föl tudunk-e zárkózni a borászokhoz, ahhoz az elkészített borhoz, amit már a borászok elkészítettek, és hát ehhez kellenek majd azok a források, amit ugye az előttünk álló uniós ciklusban ugye a unió biztosítani fog, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezeket a forrásokat jól tudjuk felhasználni, és megpróbáljuk a településeket fölzárkóztatni a borászok eredményeihez. Mi tokaiak vagyunk, úgyhogy nagyon élvezzük ezt a születinapot, általában itt szoktunk lenni mindig. Nagyon jó a hangulat, persze kell azért a tömeg, mert ez viszi az embert, jó borok vannak, jó ételek, nagyon jó minden. Mit kóstoltatok? Még ez az első, ez egy félédes tézis nevű bor, de nagyon finom, ajánlom mindenkinek, nagyon jó. Nyíregyházáról érkeztem, és körülbelül negyedik-ötödik alkalommal vagyok itt. Amikor tehetem motorral, vagy motoros társaimmal eljövünk ide, és megnézzük ezt a... Miért szereti ezt a rendezvényt? Hát, vidám, hangulatos, forgatagos, kellemesen érzem itt magam. Említettem a tokaji várat, ami mindig egy szimbóluma volt Tokaj hegyaljának. Ugye Rákóczi Ferenc nem akarta, hogy a Habsburg kezére kerüljön, és ezért felrobbantotta. Azóta ugye sokan el is felejtették magát a tokaji várat. Mi nagyon sokat teszünk annak érdekében, hogy ez a tokaji vár újra láthatóvá válna.
Most itt Tokajban, a körforgóban a Négy Rákóczi vár makettje már látható, ahol a Tokaji várnak is a szilüettje, a régi makettje látható. Mi nagyon bízunk benne, hogy ezt a Tokaji várat mi láthatóvá tudjuk tenni, és arra invitáljuk a ide látogatókat, hogy egy csónakkal menjenek át a Tokaji várba, ott nézzék meg azokat az eredményeket, amelyeket a kutatások a várfeltárás kapcsán eredményként előjöttek, és próbálják vinni a hírét annak, hogy igen, van, vagy volt Tokajban vár, és lesz is Tokajban vár, mert mi bízunk abban, hogy újra tudjuk építeni majd ezt a várat, mert azt gondolom, hogy Rákóczi Ferenc, a Rákóczi kultusz, az megérdemli, hogy az egyedülálló vár, ami még nem látható, ez a Tokaji Rákóczi vár, ez is valamikor, valamilyen formában láthatóvá váljon, és ezért is szervezzük rendszeresen a születi nap kapcsán ezt a várnapot, hogy felhívjuk a figyelmet erre a várra, ami most jelen pillanatban nem látható, csak maketten, illetve rajzokon, fényképeken, hogy igenis vigyék el a hírét ennek a várnak, hogy ez lassan reményeink szerint egy létező vár lesz. Többet ráncos szőlőszemek, hajló ágak, édes levek, forró nyáron, langyos őszön, rostabarna, meleg löszön. Ej, tehát ígyunk az elment gólyákért és az itt maradott csörgő-görgő szarkákért, mert ez áll vannak a görbetőkének a leve, borám ennek a neve. Ezt kap a fokkal kocogtatták, edzőkissel sanyargatták, tölgyfába szorították, magyarófával körülvették. Ez el nem mozdító, ez szénypusztító, ruharongyosító, meg kocsmáros gazdagító. Na, vigasztaló, hát holnap megszomorító. Na, hát nem is olyan akármifajta löttye ez, mint a magáé. Löttye? Az én varázs főzetem. Ez magának löccs? Hát nem is az én borom a löccs. Tudja mit? Hát akkor fogadjunk. Rendben van. Na. Tartom. Meglátjuk, hogy kinek az itala vidítja fel az első erre vető dövándort. Ha persze, hogy az enyém. Varázs ital, pályital. Tessék. Most én mit bűvel? Hát hölgye, ki az elsőbség? Hölgy? Hol van itt hölgy? Hát hol lenne? Maga. Na jól van, tudja mi? Kezdje maga a próbát. Majd meglátjuk, hogy kinek az itala az erősebb. Az én varázsfőzetem. Vagy a maga bora. Hát a helyes. Lássuk azt a híres bort. Lássuk. Ne szeress, mert az árnyékot keres. Büszke legény, se szeress, mert az csapodán lehet. Mi a feladata egy borkirálynőnek? Hát ilyen rendezvényeken megjelenni, mint például most a születi napok, vagy bornapok, valamint a hát testvérvárosi kapcsolat alapján jött létre egyáltalán ez a borkirálynőség, és most voltunk ki Németországba, a testvérvárosba, ott kellett még megjelennem. A családod szereti a Tokajit? Igen, nagyon szeretik. Szlovákiából jöttünk Királyhelmecről. Meséljetek, hanyadik alkalommal vagytok Tokajban, vagy akár a tokaji születi napokon? Most jöttünk másodszor, mert a múlt éven, ahogy voltunk, nagyon megtetszett nekünk. A hangulat, a program, a borocskák. Mennyire szeretitek a tokaji bor? Nagyon szeretjük. Látni, nem? Édes vagy száraz? Száraz inkább.